Bomba van a házunk csatornájában. Ebben a szituációban nem tehetünk semmit. Gyerünk, te vagy a násznagy, kezd el a beszédedet. Miféle beszédet? Úgy szokás, hogy a násznagy a lakzin beszédet intéz az örömapához. Na, erre kíváncsi leszek. Nézd, leírtam egy pár gondolatot. Állj fel és mondj valamit. Jól van. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek. Sajnos a mennyasszony édesapját már nem szólíthatom meg, ugyanis ez a derékapa életét vesztette a Basti bevételekor. De hány éves ez a nő? Elnézést, helyesen. Életét vesztette egy busz szabálytalan előzésekor. De az biztos, hogyha élne, neki is öröm lenne így látni egyetlen lányát egy ágyban azzal a férfival, akit hátralévő élete párjául választott. Nos hát, kívánjunk nekik nagyon sok boldog hetet. Most hallgassuk meg a vőlegényt. Na, milyen voltam? Ébresz fel! Ébresztő, Ebner, ébresztő! Tojástök!